Bonyhádon már több évtizedes hagyománya van annak a focikupának, amelyet egy tragédia miatt újra gondoltak a szervezők. A torna alapítója már az égi futballpályán szervezi a mérkőzéseket. Matyi az elmúlt hónapban tragikus hirtelenséggel távozott a világról, így úgy döntöttek, hogy a március 15-i kupa ezután Kovács Matyi emléktorna nevet is viseli majd. Az amatőr sportversenyre 16 csapat nevezett, akik kokárdát ugyan nem tűztek, hiszen a focipályán a szúros kiegészítőknek nincs helye, de a szabadságharc hősei előtt azért ők is tisztelektek. A sportcsarnokban nem volt megállás, a csapatok folyamatosan váltották egymást a pályán. Mindenki arra törekedett, hogy a lehető legjobb formáját hozza ki magából, amíg a bőrt rúgják. Alapvetően több településről verődtünk össze, azért fontos nekünk kiemelten, mert mi vagyunk ugye a Matyi FC, és ugye a Kovács Matyi emléktorna is többek között, ez a március 15-i torna. Azért fontos nekünk, mert mind ismertük a Matyit, barátunk volt, szerettük, és hát szeretnénk érte is, meg egymásért is egy picit így jól érezni magunkat, párosítva azzal, hogy mondjuk valamilyen kiemelkedő eredményt érünk el. Azt gondolom alapvetően egy olyan torna, ami ténylegesen több évtizedes múltra tekint vissza, már önmagában egy elég nagy presztízs kérdés. Így meg főként ugye van egy plusz motiváció, szerintem több csapatnál is ugye Matyit sokan szerették és ismerték. Azt gondolom, egy picit érte is mindenki játszik ma, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz majd, és biztos vagyok benne azért, hogy nem lesz a könnyű meccsek, lesz egy kis feszültség, de hát azt gondolom, hogy a sportban ez egy pozitív dolog, és pozitívan is el tud sülni. Kovács Matyit sokan szerették, sok kedves pillanatot idéztek fel vele kapcsolatban a kupa alkalmával. A Matyi FC tagjai is úgy gondolták, a torna méltó megemlékezés a népszerű sportemberről, aki rajongott a futballért. Matyi életvidám, pozitív, jó humorérzékű és egy nagyon jó ember. A hidas meszt öltött csapat előszeretettel sporttól együtt egy jó kikapcsolódási formának tartják a futballozást. Heten jöttünk, miért jöttünk? Kuni csapatkapitányunk beszervezte egy baráti társaságot. Most vagyunk először így együtt, úgyhogy örülünk a meghívásnak. Szerintem csapatkovácsoló összehozza a társaságot igazából. Mégis van egy kis tétje, de nem olyan véresen kell komolyan venni. Szerintem ez egy jó szombati program. Kicsit mozgunk, sok bezártság után az jót tesz, a home office után kicsit. A Kovács Matyi emléktornán kiemelkedő nevezés mellett 16 csapat igyekezett elhódítani a vándorserleget, ami mellett még több kupa és serleg is várt a legjobbakra.